Köszöntöm az Ebugatta nézőit. Ma az egyik kedvenc fajtámmal fogunk egy kis filmet forgatni. A Boston Terrier van itt az ölembe. Hát pont délelőtt néztem a közösségi oldalatokon az egyik fényképet. Ő, nem tudom, hogy ő volt-e, vagy valamelyik tesója, hányan is vannak? Jelenleg 5 kis kutya van az állományban. Ő az apukájuk. Sacramento Nova Fanfara Atos. Ő egy intersampion, multisampionkan. És az anyukájuk szintén egy intersampion, multisampion szuka, aki most otthon maradt, ugye? Többiekkel. A többiekkel felvigyázni. És ő? Ő pedig Raur Bulldog Sof Evita. Az Evitával forgatunk ma egy kicsit, és hát a Boston Terrier szerintem Magyarországon még nem egy annyira ismert fajta. Manapság, hála jó Istennek, kutyakiállításokon többet látok, de hiszen egy nagyon jó kis temperamentumú kutyafajtáról van szó, szerinted miért nem olyan divatos, vagy jó-e, hogy nem olyan divatos? Igen, még nem annyira elterjedt, tehát Európában szerintem körülbelül legalábbis mi olyan 3 éve kezdtünk el vele foglalkozni, de előtte egy tenyésztő szintén már foglalkozott vele, illetve 2 tenyésztő. Nem tudom, hogy annyira miért nem elterjedt, de most már egyre jobban felkapott fajtának tűnik. Bocsánat, én közben játszok azért a kutyával, mert mondjad a nézőknek nyugodtan. Az utóbbi időben egyre több az érdeklődő, meg hál' Istennek például nekünk hirdetni sem kellett a kiskutyákat, mert folyamatosan jelentkeztek. Én miközben itt játszok akkor a kicsi hercegnővel, miért kevésbé ismert a Boston Terrier szerinted itt Magyarországon? És ti mióta foglalkoztok a fajtával? Mi 3 éve foglalkozunk a fajtával. Interneten néztem utána, és akkor még Európában nem volt annyira elterjedt ez a fajta, de ahogy nézem, most már a kiállításokon is egyre többen foglalkoznak ezzel a fajtával, mert egy sportos, temperamentumos, lehet vele kirándulni, ahogy látjátok, elég jól bírja a meleget is. És nagyon-nagyon kedves, aranyos. Kedves is, egy igazi pusziosztó. Őt lakásba ajánljátok inkább tartani, vagy kint, mert hogy azért jön, megy. A terrier 18 fok alatt nem bírja olyan jól, azért hosszú távon. Télen is sétához ugye kiskabátot ajánlanak rá, de hogyha kerti tartásban van, és például mint nálunk, ugye, hogy futkorásznak az udvaron, akkor nem szoktunk rájuk kabátot adni. Ideális szobakutya, akkor nem annyira ugatós. Ez ugye kiskölyök kutyánál nem kérdezem. Kutya, inkább csak jelző kutya. De mennyire eleven? Nagyon, nagyon. Hát olyan, mintha reggel megitatnának vele egy dupla feketét, és akkor indul a nap. Tehát nem a nyugodt nagymamáknak ajánljuk, hanem inkább azért, aki egy sportos fiatalos? Egy sportos életvitelet folytató, igen, fiatalos, lendületes emberkéknek ajánljuk, inkább a Boston. Alapvetően ő mire van kitenyésztve, hányos fajta csoportban van? Ő a 9-es fajta csoporthoz tartozik, és a társasági kutyákhoz. Egyértelműen akkor neki ez az élet célja, hogy szeresse a gazdáját, jöjjön, menjen vele. Igen, abszolút. De miért szereted őket? Milyen egy napotok? Hát én azért, mert hogyha rossz kedvel is kell föl az ember, akkor egy pillanat alatt mosolyt varázsol az arcukra. Igaz? Tenyésztési szempontból miért választottátok a fajtát, és nagyon sok kiállításon nagyon szép eredményeket is értek, hál' Isten el? Tenyésztési szempontból azért választottuk őket, mert úgymond egy egészséges kutyafajta, tehát nem sok egészségügyi probléma van velük. A szőrápolásuk is alapvetően nagyon egyszerű, nem igényel sok ápolást. Itt is ugye azért ez egy olyan fajta, amivel beszéltük, hogy nincs olyan sok még az országban. Nagyon oda kell figyelni, gondolom, hogy honnan vásárolják. Mert hogyha jó helyről van, akkor egészséges, de azért gondolom, itt is a szaporítók azért közben tudnak egészségügyi problémákkal is szólni. Miért fontos, és hogyan válasszunk ki, hogy honnan vegyünk? Hát természetesen erre nagyon oda kell figyelni. Mi ugye külföldről hoztuk be az alapállományt, ugye a kan az Csehországból lett behozva, a szukánk az egyik szintén, a másikat egy magyar tenyésztőtől vásároltuk. Hát mindenképpen kérni kell ugye a tenyésztőktől szűrési vizsgálatokat. Alapvetően Evita, gyere vissza! Közben Evita elsétál. Gyere! Gyere!
Tehát mindenképpen kérjünk azért a tenyésztőktől ugye referenciát, szűrővizsgálatokat, a szemvizsgálatot szokták javasolni, meg a patellaszűrést, ami nagyon fontos ennél a fajtánál. És gondolom, mivel ilyen nagyon családbarát kutya, nem árt, hogyha elmegyünk, megnézzük, hogy hogyan ez a kutya a családba, hiszen itt akkor ez nagyon jellemző lehet a Bostonra, hogy hogyan nevelik, milyen körülmények között. Így van. Hát nálunk is, hogyha bárki eljött, ugye a mamát is, papát is kiengedtük, tehát azért jó, hogyha megnézzük a szülőket is valóban, hogy hogyan viszonyulnak ugye a kiskutyákhoz. Kinek való szerinted Boston Terrier, vagy kinek nagyon nem adná szívesen kölyköt? Gondolom jön 1000 telefon, meg írás. Igen. Hogyan szelektáltok? Hát igen, mi is nagyon meg szoktuk nézni, hogy hová adjuk. Mindenképpen az első az, hogy egy személyes találkozót, ugye bemutatjuk neki a fajtát, és hogy egyáltalán tudja vállalni, mert azért ugye ők egy nagyon sportos temperamentumú kutyusok, nagyon mozgékonyak, nagyon nagy a mozgásigényük, és hát mindenképpen, akik ilyen sportosabb életvitelet folytatnak, azoknak ajánlanám. Van, akinek nagyon nem szívesen adná? Hát, nehéz, igen. De mondjuk akkor inkább az emberség meg a szeretet, azt hiszem nálatok, ahogy ismerlek benneteket pár éve, ez a mérce. Igen, az dominál, hogy mennyire szereti az állatot. Tehát azt látod, azt azért leszűröd egy emberről, mikor eljön, és nem hajol le a kutyához, az valószínű, hogy nem egy kutyabarát, olyannak nem szívesen szoktunk azért eladni kutyust. Én rögtön kaptam egy csomó puszit, vihetek haza egyet. És nagyon jó idegrendszerűek is, hiszen itt közben elkezdtek ilyen kis repülővel berregni a fejünk fölött, de ahogy ellátom, egyikük se érdeklődik, hanem inkább játszani szeretne. Most van először így... Még idegen környezetben, úgymond kimozdítva otthonról, még nem voltunk vele sehol. Mondtad, hogy sportosak. Szoktatok járni, vagy láttok Boston Terriert agility versenyeken, egyéb sportversenyen is? Igen, mi is Finnországban az első alomból, ugyanebből a párosításból adtunk el két kutyust, azok közül az egyik nagyon sikeresen teljesít agility versenyeken, és ahogy én látom, Magyarországon is foglalkozik egy pár bostonos már agilityvel, és nagyon szereti ez a fajta ezt a jellegű tevékenységet. És nagyon jól el vannak, hiszen itt vagyunk egy nagy rét közepén, de ők boldogan üldögélnek itt mellettünk. Milyen életet képzelsz el a bosztonjaidnak, meg nektek a kenelbe így pár év múlva? Hát ez egy nehéz kérdés. Mondhat általánosságokat is, hogy jó egészséges, szép kutyákat, jó gazdit, de te igazán mi az, ami a lényeg nektek? Hát, hogy sok szeretetet kapjak tőlük. Az a rengeteg puszi, amikor fölkelek reggel, az mindennél többet ér.